Semmivel sem összetéveszthető hangja van a Kürtnek, főleg ha a nyíregyházi diákok fújják. A Művészeti Szakgimnázium ifjú zenészei a 14. országos kürtversenyen kiváló eredményeket értek el. Zsupos Gábor kürtművész felkészítő tanár elmondta, nagyon büszke tanítványaira és az elért eredményeikre. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon nehéz, mert nem elég szakmailag megfelelni a gyerekeknek, ugyanis a színpad az számomra és minden muzsikus számára egy nagyon jó küzdőtér. Tehát nem elég az, hogy a hangszeren én elértem egy bizonyos szintet, ami lehetővé teszi azt, hogy az adott tanárom indíthasson egy versenyen. Sajnos ezt mentálisan is meg kell bírni. Egy nagyon picit hiányolom is az országban a képzésből azt, hogy nincs egy olyan tantárgy a zeneművészeti szakgimnáziumokban, ami felkészíti a gyerekeket erre a mentális teherre, amit a színpadon, ugye, hát minden stressz helyett egy stressz helyzet, ezt tudjuk. Volt egyszer egy nagyon kedves ismerősöm Derecskén, ahol zeneiskolásokkal is meg szoktuk ezt csinálni, amit most a szakgimnazistákkal végrehajtottunk, és hát megkérdezte a szülőket, hogy izgulnék-e a gyerekért. És tudják-e, hogy milyen ez a színpad? És nagyon egyszerű volt a válasz, mindenki azt mondta, hát egy nagyon picit, és akkor azt mondta, akkor most én leszeretném önöket tesztelni, és nem kell semmi más csinálni, csak jöjjenek ide, akire rámutatok, szembefordul a közönséggel, bemutatkozik, elmondja, hogy honnan jöttek, és ugyanolyan komótosan visszasétál a helyére. Na hát mondanom csak el, hogy a kedves szülőködött egyetlen egy jelentkező se volt, és ugye nekünk nem ennyi, hogy kimegyünk és meghajlunk, hanem elő kell vezetni azt a produkciót. Zsupos Gábor kürtművész kiváló felkészítő tanár külön díjban részesült a versenyen. Nem is csoda. Diákjai közül Jakimcsuk Dániel és Susla Vince István második helyezést ért el a saját korcsoportjában. Míg Szabó Hunor Benedek a kiemelt első helyezést hozta haza Budapestről. Megfogalmazása szerint a kürtölésben a sokszínűség tetszik neki, hogy egyszerre tud a hangszer lágy és hősiesen férfias lenni. Példaképnek mondhatjuk talán Zempléni Szabolcsot, aki most a... egy világhíren elismert szólista, magyar kürtművész, tanár, voltunk is nála órán, hihetetlenül szimpatikus, nagyon jó tanár, és nagyon jól kürtöl. Egyébként más zenészek is vannak, más hangszeresek, vagy karmesterek, akikre felnézek, ilyen például Steven Isserlis, csellista. Neki nagyon tetszik a gondolkodásmódja alapvetően a zenéről, meg talán még régi karmesterek, Leonard Bernstein, vagy Herbert von Karajan, akik mindenképpen nagy hatása voltak rám. A versenyzők elkötelezettek a művészet iránt. Szabadidejükben 3-4 órát is gyakorolnak naponta, akár az érettségire való felkészülés mellett is. Nagyon jól éreztük magunkat mindannyian. Maga a verseny szerintem nagyon jól sikerült, ahogy a felkészülési szakasz is. Abszolút ki tudtunk magunkból adni mindent a színpadon, és igazából nem csak versenyezni mentünk oda, hanem nagyon sok jó barátunk volt ott, szintén velünk együtt versenyeztek, és ezért is megért elmenni a versenyre, hogy újra találkozzunk egymással. A versenyzők otthonról hozzák a művészetek iránti elköteleződést. Az egyik énekkaron, még amikor kicsi voltam, elhozták bemutatni a kürtöt, és hát nagyon-nagyon elképesztően megtetszett a hangja, a hangszíne, tényleg ugye egész maga a hangszer nagyon megtetszett, és amikor hazamentem, egyből mondtam anyáinknak, hogy anya, el szeretnék kezdeni kürtölni, és hát mivel ők mindketten vonósok, ezért kicsit meg voltak lepődve, de már jövő héten beírattak a zeneiskolába, és azóta tart.